Ennek a mostani versenynek mik a fő paraméterei, hányan jelentkeztek? Akik jelentkeztek a Bébül földalatti futásra, az 2300 fő. Különböző kategóriába oszlanak meg, úgy, mint az óvodások, az alsós futam, ezek alsós kisiskolásokról van szó. Aztán az már nyílt futam, ami a 3,5 kilométeres alagútkör. Van egy mini maratonunk, egy 7 kilométeres szakasz, az volt a legkedveltebb, ott 700-an regisztráltak, és a végére marad a király kategória, mai napra félmaraton, egyénibe és csapatba. Mekkora kihívás egy ilyen versenynek a megrendezése? Mik azok a főbb nehézségek, amelyeket le kell küzdeni a szervezőnek? Különleges helyszínen van ez a különleges verseny, természetesen a föld alatti szakasz az, ami az átlagos versenyszervezéstől jóval-jóval nagyobb odafigyelést, tervezést, szervezést, lebonyolítás irányítását jelenti. Egy labirintusról van szó, egy olyan biztonságos, de érezhető pályát kell megépíteni, ahol a futó maga futás biztonságban van, de maga a hely adottságai, a lélegzet elállító terei nem szenvednek csorbát. Voltak éppen maga az ötlet, az honnan jött? Az ötlet az onnan jött, hogy a Bébül szervező iroda a versenyrendszerét fejlesztve azon gondolkodott, hogy téli időszakban hol tudnánk nagy biztonsággal nem kötött pályán rendezni egy nagy létszámú, nagyszabású futóversenyt, és ötletként felvetődött a stáb részéről, hogy talán a föld alatt, és ezt az alap gondolatot ragadtuk kézen, és elkezdtünk rajta gondolkodni, elkezdtünk helyszínt keresni, és rátaláltunk erre a nagyszerű, csodálatos helyszínre itt Kőbányán, a Dréher sörgyár alatt elhúzódó pincerendszerbe. Amikor először lelátogattunk, magával ragadott a hely, és gyorsan eldőlt a stáb számára, hogy itt futóverseny lehet rendezni, kell és érdemes is. A pincerendszer maga egyébként milyen hosszú? A pincerendszer az nagyon hosszú, nem akarok konkrét adatokba tévedni, amit viszont pontosan meg tudok mondani, hogy 2,6 kilométer alakítunk át. Gyakorlatilag ebbe az időszakba egy Bébül futóbarlanggá alakul, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk olyan rátelepüléseket kiépíteni, ami még élvezetesebbé teszi. Ha úgy tetszik, adott esetben talán még élményfutássá is varázsolja azt, aki valamelyik kategóriában rajthozzáll és teljesíti a távot. Nem véletlen, hogy egy felirat van tőlem, balra a kerítésre kifeszítve a Mozdulj Kőbánya felirat. Egy komoly programot indítottunk, olyan szabadtéri sportpályákat építettünk a városban, ahol mindenki mozoghat. Az természetes, hogy az iskolaudvaron műfűes pályák vannak, az óvodaudvarokon műfűes pályák vannak, tornatermeket építünk, jégpályát működtetünk, de a felnőtt szabadidős sportnak azt gondolom, hogy meg kell teremteni a színtereit. Hát jó úton járunk, meggyőződésem. Körülbelül egy esztendővel ezelőtt beszélgettünk, milyen volt azóta a versenyprogram a szupermaratonista számára? Nekem az egy év volt elég töményen telt, de a 2016-os év lesz igazán a kemény év, mert jövő hétvégén egy 100 kilométeres országos bajnokságon startolok, jövő hét vasárnap, aztán áprilisban egy 24 órás, szintén magyar bajnokság, májusban egy Balatonkör, 220 kilométer, non-stop, és most szembesültem egy hete, hogy június 17-től a Mária, hogy hívják, a Mária út, ami Csíksomlyóban fejeződik be, és Mária Celből indul, ez egy zarándokút, és ezt a zarándokutat akarjuk mi jövő évben futóversennyé kerekíteni az arándoklat megtartása mellett, és ennek egy ilyen demo bemutatása lesz, ami azt jelenti, hogy Veres Bélával én ezt az 1300 kilométert 23 nap alatt fogom megfutni, és néhány biciklis is lesz, akik bemutatóként ezt megcsinálják, úgyhogy ott lesz egy 1300 kilométer 23 nap alatt, és várom a spártai meghívást, az lesz az évnek az utolsó nagy dobása, hogyha a kisorsolnak az induló közé. Mi a tétje a spártainak, erről egy kicsit bővebben hadd halljunk. A spártai az 246,5 kilométer, 36 órás szintidővel, én egyszer már
begyűjtöttem ezt a skalpot, és úgy gondolom, hogy olyan életkorban vagyok, ahol még begyűjthető, csak valami iszonyatos mennyiséget kell hozzá készülni, edzeni, és most már olyan nagy az induló létszám, hogy országonként arányában a nevezők arányában kisorsolják, hogy hány fő az, aki indul. Magyarországról azt hiszem 12-14 fő. Én azt várom, hogy besorsoljanak, és akkor még egyszer szeretném ezt a skalpot begyűjteni. Egy újszülöttnek minden vicc új, és lehet, hogy vannak még, akik nem tudják egész pontosan, hogy micsoda félelmetes tempójú és mennyiségű felkészülés az, amit Frank Tibor a teljesítményekhez elvégez. Úgyhogy erről egy-két részletet azért kérdezek. Az edzésterv, az edzés szisztéma. Gyakorlatilag én 31 éve futok ultratávokat, ami azt jelenti, hogy 50 km fölött és a csillagos ég, tudjuk, e között, ami van. Tavaly decemberben átléptem a megfutott 200 ezer kilométeremet, és most már egész télen ilyen heti 150, 200, 210 kilométeres heteket tudhattam be, köszönhető a viszonylag gyenge télnek is, és innentől kezdve ezt tartani kell, ez pedig másképp nem megy, mint nekem az életrendem napi 3 órakor kelek, minden nap hajnal 3-kor, rendbe rakom magamat, beöltözök futóruhába, elmegyek, lefutom a 20-30 km közötti távot, letusolok, beülök az autóba, megyek a munkahelyemre, este vissza, szűken mérve az esti programomat, 11 óra, fél 12 körül fekszem, tehát 3-4 óra mennyiséget alszom, és hajnal 3-tól újra ez. Hétvégén, amikor nincs verseny, akkor pedig szombaton ilyen 60-70 kilométeres edzés, vasárnap 50-60 kilométer. Ez csak így megy. És hogy lehet tüzelni a szervezetbe, tehát milyen táplálkozási szisztémát kell követni ehhez? Hát ez nagyon meghatározó, nagyon oda kell figyelni, én semmilyen táplálék kiegészítőt nem szedek. Sokan szednek tablettában, én semmit. Én megpróbálom a normál, ismert étkekből összeállítani. Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét, tehát tejterméket, sajtot, tojást, rengeteg szénhidrátot fogyasztok. Mindenki, aki engem ismer, azt tudja, hogy nekem egy nap, két tábla csokoládéot, ilyen alapszinten eltűnik bennem, de ha ez egy sütemény tömeg, az ugyanúgy szintén, tehát rengeteg szénhidrátot, zöldséget, sokat nyersen, gyümölcsöt, hát ebben jó szerint minden benne van, és a szervezetem, hála jó égnek, úgy működik, hogy jelzi, hogy mi az, amire szüksége van, és akkor az kell legyen. Tehát ez nagyon meg van írva, ennek a forgatókönyve. Tehát intelligens az ember szervezete, csak hallgatni kell rá? Igen, én azt mondom, aki egészséges, a szervezet jelez, hogy most például főzeléket kívánok, most leves kívánok, most kihagytam véletlenül mondjuk egy napot gyümölcs evészetbe, nem figyeltem oda, a gyümölcsöt kívánom. Tehát jól működik, csak a mennyiséget kell nekem meghatározni, hogy mennyi az, amire szüksége van, mert naponta azért ilyen 5-6 ezer kalóriát elégetek edzésen, azt pótolni kell, és még kell amúgy is egy kis tartalékot elvezetni. Nagyon gyakran előfordul, hogy orvosok mondják felmérések alapján, hogy nagyon sok ember megeszi azt a mennyiséget, ami adott esetben 5-6 ezer kalóriával felér, ugyanakkor meg olyan életmódot folytat, hogy 1-2 ezer kalória is bőven elég lenne, és innen jönnek az elhízások. Úgyhogy gondolom, hogy ez a recept, ha nem is mindenki számára követhető, de mennyi az a napi futás mennyiség, amennyivel azért úgy jól karban lehet tartani magát valakinek? Én úgy gondolom, hogy aki karban akarja tartani magát, tehát viszonylag jó testi adottságokkal rendelkezik, az egy héten elmegy háromszor, fut 10-15 kilométert, vagy fusson négyszer mondjuk 6-8 kilométert, az már ahhoz, hogy karban tartsa magát, ellenálló képességét javítsa a szervezetének, az elég. Ha valaki fogyni akar,
akkor ő esik bele abba a hibába, hogy mindenféle, én nem szólok senki ellen, de én ezekben a szuperdiétákban azért nem hiszek. Ennek a legegyszerűbb forgatókönyve az, hogy nagyon visszafogottan kell táplálkozni, aki fogyókúrázni akar, el kell kezdeni valami aktív mozgás, de nem mindjárt 5 km futással, lehet kerékpárral, lehet egy laza sétával kezdeni, és azt tudni kell, hogy egy nagyon csendes életmódhoz, mozgás nélkül életmódhoz 1200 kalória untig elég. Tehát ha valaki fogyni akar, akkor ezt a kalóriát meg kell tartani, sokáig nagyon éhes lesz, és mellette el kell kezdeni mozogni, mert különben nem mozdul a testsúlya. Így is körülbelül 2-3 hét az, amikor megindul a fogyás, nagyon gyengén. A szervezet ilyenkor egyszer elkezdi égetni a szénhidrátot, az még nem nagy súlyveszteség. Amikor a szénhidrátot elégette, tehát az 1200 kalóriával folyamatosan viszem be, akkor jön a zsírégetés, az az, ami nagyon lassú, és ez körülbelül 3-4 hét után indul be, de akkor sem szabad többet enni, és ha ez elindul, akkor van egy látványos futás. Sokan 2-3 hétig csinálják, ráállnak a mérlegre, látják, hogy egy gramot nem fogytam, elfogy a lendület, abba hagyják. Igen, 3-4 hét az, amikor ilyen nagyon szűk kalóriabevitel mellett lehet az első kis eredményeket várni. Távoli Ázsiából érkezett ide ez a kultúra, voltak éppen hogy került az önök érdeklődésének a középpontjába? A mi érdeklődésünkbe úgy került, hogy az egyesületünknek az alapítója
Egyszer volt egy japán dob koncerten, a Yamato együttes koncertjén, akik egy nagyon híres japán dobcsapat, és neki megtetszett, és ő elkezdett japán dobolást tanulni Magyarországon, és utána alapított egy egyesületet, ezt a Taiko Hungary Japán Dob Egyesületet. És ki ez az alapító? Starker Erzsébetnek hívják. Japánban is nők és férfiak is taiko dobolnak? Igen, és ráadásul Európában főleg inkább nők szoktak japán dobolni, de Japánban nők is és férfiak is. A taiko, hogyha jól tudom, akkor voltak éppen egy nagyon komoly művészet, a szónak a fizikai értelmében is rendkívül nagy igénybevétel, tehát nagyon edzeni kell rá. Hogy élik meg ezt? Hát mi az alapoktól kezdjük, először azok, akik dobolni szeretnének, laikusok is csatlakozhatnak az egyesületünkhöz, előbb megtanuljuk az alap mozgás formákat, és utána pedig teljes darabokat tanulunk meg, amit utána csapatként előadunk. A csapatszellem az mennyire erősödik meg a taiko miatt? Nagyon-nagyon, mert ez egy olyan műfaj, ahol mindenképpen több dobos játszik együtt, tehát nem szólózunk, hanem több különböző dobon együtt dobolunk, és ahhoz, hogy a tökéletes összhangzás megszülessen, ahhoz nagyon-nagyon kell figyelni egymásra, tehát fokozatosan erősödő csapatszellem van. A közönségre érzékelhető hatást gyakorol ez a művészet. Milyen belülről megélni? Hogy alakul az ember adrenalin szint? Taiko dobolás közben. Fantasztikusan, mert aki japán dobol, az igazából a szívdobanást érzi mindig magában, amit az anyamékben is megtapasztalt, és ez egy olyan mozgás és tánc és zene egyben, ami az embernek az egész testét és egész szellemét átmossa és kikapcsolja. Hatással van úgy általában is a taiko dobolók életére az, hogy ezzel foglalkoznak? Természetesen nagyon nagy hatással van, mert amikor dobolunk, akkor egy olyan élményben van részünk, ami utána kísér bennünket a hétköznapokban. Tehát amikor dobolunk, akkor az nagyon-nagyon kikapcsol bennünket, le lehet vezetni a feszültségeket, és rengeteg endorfin termelődik az emberben. És hogyha közönség előtt dobolunk, például futóversenyeken, mint most, akkor az egy még fantasztikusabb élmény, mert másokat is tudunk lelkesíteni. A japán kultúrának az egyéb részei is bekerülnek az életbe, tehát akár táplálkozás, vagy egyéb olyan Japánból eredő kultúra, amely azért jelen van a világon máshol is? Nem feltétlenül, de vannak olyanok a csapatunkban, akik kifejezetten azért kerültek közénk, mert a japán kultúra érdekli őket, tehát inkább fordított irányban, és utána ránk találnak az egyesületünkre, és a japán dobot is beviszik az életükbe, de nem feltétlenül.